Tisztelettel köszöntök minden megjelentet, egyrészt a NIF részéről, másrészt képviselőtársaimat, illetve a sajtó megjelent munkatársait. Valóban fél évvel, kb. Fél évvel ezelőtt volt itt egy bejárás, és azóta sokat változott egyrészt ez a csomópont is, másrészt pedig ugye az a szakasz, aminek az elkészült egy újabb mérföldkő lesz. Én azt mondom, hogy egyrészt a megye, másrészt a város agglomerációja, és konkrétan ennek a területnek a számára is egy újabb mérföldkő lesz azon az úton, ami azt a célt szolgálja, hogy ennek a megyének a helyzete lényegesen változzon, és ugye az előnyére változzon. És hogyha már erről beszéltünk, hogy fél évvel ezelőtt mit láttunk és mit láthatunk most, akkor gyorsan elmondanám, hogy ugye azért az elmúlt két hónapra egy más nagyon fontos tényező nyomta rá a bélyegét, ugye a koronavírus járvány, de aki rendszeresen járt Budapestre, vagy rendszeresen járt Kondoros Szarvas felé, ugye az láthatta, hogy a munkálatok nem szüneteltek ez idő alatt, és ez egy nagyon fontos körülmény, és látszik is a hogyanálláson, hogy folyamatos volt a munka, tulajdonképpen a téli időszakban is, a karácsony, illetve egy-két nap kivételével végig tartott a munka. A mérföldkő, amihez elérünk majd, az forgatókönyv szerint hivatalosan ugye a következő esztendő január 31-én avattatik föl, tehát akkorra ér véget ez a beruházás, de jobban áll a munka, jobban áll a kivitelezés, majd meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok. Az biztos, hogy néhány örömteli hírről az elmúlt időszakban beszámolhattunk, ez például az, hogy az eredeti tervezéshez képest például az a műtárgy megépül, ami a későbbi öntözést szolgálhatja majd itt a területen, a térségben, a régióban. Ez az egyik dolog. A másik pedig ugye, hogy a NIF-től, illetve az ITM-től kérelmeztük azt, hogy egy lehajtó elkészüljön, ami ettől a térségtől az északra lévő településeket köti be a forgalomba, úgy, hogy nem Kondoroson kell átmennie a forgalomnak. Ez is jó úton halad, reméljük, hogy olyan döntés születik, hogy erre is találunk megoldást. Én kerestem statisztikai adatokat, hogy egy picit a múltról, vagy a jelenbe forduló múltról is beszéljünk. Statisztikai adatokat arra nézvést, hogy hogyan alakultak a baleseti számok, amióta az új M44-es, ez a 62 km-es szakasz át lett adva, és bár összefoglaló statisztikai adatot nem láttam, de rendre olyan szövegeket olvastam, ami azt mutatja, hogy az a hitünk, vagy az a reményünk beigazolódott, miszerint csökken a balesetek száma az M44-es négy sávos szakaszának az átadása után. Ez megtörtént. Települési vezetőkkel beszéltem, ugye öt település került ki a nagyon erőteljes forgalmi hatások alól, és a települési vezetők egyként állítják azt, hogy kiszámíthatóbb, kisebb zajterheléssel, kevesebb levegőszennyezéssel hát működ és kiszámíthatóbb körülmények között tudnak működni azok a főutak, amiken áthaladt ugye a régi 44-es kétszámjegyű út. Egyéb előnyökre is természetesen számítottunk, és ugye én azt mondtam, hogy ennek a közvetlen területnek az értéke is növekszik. Azok a befektetők, akikkel tárgyalunk, azok rendre értik, érzik, tudják az előnyét ennek az útnak, és azt is tudják, hogyha elkészül ez a szakasz is, akkor sokkal vonzóbb lesz az ipartelepítés számára ez a terület, ahol nagyjából most is állunk. Ennyit szerettem volna elmondani, ez is lehet, hogy egy kicsit több ahhoz képest, hogy a kollégáknak is van fontos mondani való. Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntöm én is a sajtó megjelent képviselőit, tisztelt képviselőtársak, hölgyeim és uraim. Ha megengedik, én nagyon sok mindent nem fogok elmondani, két okból. Az egyik az, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy Herceg Tamás képviselő úr kitűnően felkészült, és minden nagyon fontos dolgot, ami aktuális és mostanra érvényes, azt elmondott önöknek. A másik pedig, ami miatt nem sok mindent fogok elmondani, az az, hogy Tamásnak a
a beszámolójából mi semmit nem hallottunk ott a háttérben, csak a gépek zaját hallottuk, és nem szeretném ismételni azokat a gondolatokat, amik esetleg elhangzottak. Úgyhogy valóban én arra szorítkoznék, hogy mit jelent a már elkészült út, az eddig már elkészült út, mit jelenthet a további fejlesztés a megye északnyugati részének, amit elsősorban én képviselek. Hála Istennek azt tapasztaltuk az elmúlt hónapokban, hogy amit vártunk az úttól, az részben megvalósult. Azért csak részben, mert a gazdasági hatásait nyilván még nem érzékeljük ennek az útnak. Ennyi idő alatt még nem lehet elmondani, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, de bízom benne és biztos vagyok benne, hogy a jövőben majd erről is be tudunk számolni. Arról azonban már mindenféleképpen, hogy azokon a településeken, amelyek a régi 44-es úton úgy fekszenek, hogy keresztül ment rajtuk az út, Kondoros, Szarvas, Békés-Szent András, ezeken a településeken az ott lakók érezhették azt, hogy mennyire lecsökkent a településen átmenő forgalom. Ezáltal az ottani életminőség nagyon-nagyon sokat javult, az ottani emberek biztonsága, az úton átkelők biztonsága az nagyon-nagyon sokat javult, és mindenféleképpen azoknak a közlekedőknek a biztonsága is javult, akik használják az új utat, hiszen egy kétszer kétsávos út, ami el van választva egymástól a két szembejövő sáv, nincsenek szintbeni kereszteződések, ez mindenféleképpen sokkal biztonságosabbá tette a közlekedést ezen az úton. Ez nagyon fontos, én azt gondolom az ott élőknek, a megye északnyugati részén élőknek, nagyon hálásak ezért és nagyon boldogak, ezért kizárólag csak pozitív visszajelzéseket hallottam ezzel az úttal kapcsolatban, semmiféle kritikai megjegyzés nem érkezett, nagyon boldogok egységesen az emberek, és nagyon hálásak azért, hogy megépülhetett ez az út. Ami miatt talán is néhány gondolat a későbbi fejlesztésekről, ugye van még egy szakasz, ami, illetve két szakasz is van, a mostani épülő szakasz, ami Tiszakürtől Szentkirályig fog megépülni az elkövetkezendő időszakban, az nagyon fontos a megye minden polgárnak számára, hiszen addig, amíg teljes mértékben nem tudunk gyorsforgalmi úton eljutni akár a fővárosba, akár az ország más részeire, vagy akár még tovább külföldre is, addig nem dőlhetünk hátra, nagyon fontos, hogy ezek a fejlesztések is megvalósuljanak, és nagyon jó az, hogy közeljövőben átadásra kerülhet a Szentkirályig épülő útszakasz, és majdan egészen az M5-ösig a bekötő szakasz is. Ezt nagyon-nagyon várjuk. És nagyon fontos az is, hogy ez a szakasz épülhet Kondoros és Békés Csaba között, hiszen az egész megyének én azt gondolom nagyon számít és nagyon fontos az, hogy a megyeszékhely az fejlődjön. A megyeszékhely, hogyha jól működik, hogyha a gazdasága jól működik, akkor az egész megyét felfelé húzza, ha pedig az ellenkező igaz, hogyha a megyeszékhely rosszul működik, akkor az egész megyén érződik. Ezért mi mindig is nagyon szurkoltunk és szurkolunk is Békés Csabának, hogy folyamatosan fejlődjön, és ezért is nagyon fontos az, hogy ez az útszakasz is megépüljön, hiszen Békés Csabát ez fogja bekötni abba a vérkeringésbe, abba a gyorsforgalmi vérkeringésbe, amely Kondorost már részben összeköti az ország többi részével. Én bízom benne, hogy a határidőket tudják tartani a kivitelezők, ha ilyen jó idő lesz, akkor a mezőgazdászok ennek annyira nem örülnek, és nagyon kellene az eső, de az útépítők mindenféleképpen örülnek, és talán még akár hamarabb is átadásra kerülhet, és birtokba vehetik a békés megyeiek ezt az útszakaszt. Köszönöm szépen a figyelmet! Szeretettel köszöntök mindenkit, igazgató urat, képviselőtársamat és minden kedves megjelentet, aki ebből az ünnepélyes pillanatban itt van velünk, aminek is a lényege a Békés Csaba és Kondoros közötti M44-es kétszer kétsávos útszakasznak úgymond az első bejárása. A korábbi szakasznál is volt egy ilyen rendezvény. Én azt emelném, én jövök legmesszebbről a képviselőtársaim közül, ugye Gyuláról, és már az eddigi tapasztalat alapján is el lehet mondani, hogy Gyulától Budapestig egyetlen településen sem kell keresztül menni a elterelő utak, illetve az elkerülő utak, valamint az új szakasszal együtt, de ez újabb
nagyon-nagyon fontos eleme lesz a Budapest megközelítésének. A menetidő nagyjából már az eddigi átadással együtt is egy bő órával csökkent Budapest elérhetőségét illetően, és nagyon-nagyon fontos, hogy sokkal biztonságosabb a főváros megközelítése, hiszen a mi munkákhoz, a parlamenti munkához Budapestre kell a leggyakrabban menni. Én egy dolgot emelnék ki, azt, hogy egy ilyen rendkívül ínséges időben, amit ez a koronavírus járvány okozott az egész világon, Magyarországon is, bár sokkal kisebb mértékben, mint a világ egészét, illetően néhány országot tudnék itt említeni, és ilyen körülmények között sem állt le egy pillanatra se ennek az útszakasznak az építése. Ez mindenféleképpen egy nagyon komoly elismerést jelent Magyarország kormányának, hogy nem szakította meg ezt a folyamatot, és hát közeledünk a cél és az álom felé, hogy kétszer-két sávon fogjuk majd Budapestet elérni. Ugye arról nyilván igazgató sokkal illetékesebb, mint én, de mikor a korábbi szakaszt átadtuk, nagyjából mindig számolgat az ember, hogy mibe kerül ez. Az egy 200 milliárd forintot megközelítő, ez is az 50-et meg fogja közelíteni, mikor elérünk a végére. Tehát 250 milliárd forint az egy nagyon-nagyon nagy összeg, de emellett még Magyarország kormányának erre a vírus járványra 10.000 milliárd forintot el kellett különíteni és el kellett költeni ahhoz, hogy egyáltalán a mai napon itt lehessünk, és hát tudjunk jönni kifelé hétről hétre és napról napra ebből a járványügyi helyzetből. Ez nagyon nagy öröm mindannyiunk számára, az építkezés folytatódik, én nagyon kíváncsian várom ezt a szakaszt, bár a legutóbbi hazafelé tartó úton már egy rövid szakaszra rátereltek bennünket hazafelé jövet, de most a szakasz egészét még nem láttuk, nem láttam én sem, kíváncsi vagyok rá, és nagyon örülök, hogy ennek a közös ünnepnek itt együtt lehetünk mindannyian a részesei. Én igazgatónak, munkatársaknak és mindenki, aki részt vesz a munkában, szívből gratulálok, a kormánynak pedig itt is köszönöm azt a segítséget, hogy ez az évtizedek óta várt álom úgy néz ki, hogy biztosan a közeljövőben, nem olyan hosszú vagy későn meg fog valósulni. Köszönöm szépen! Tisztelettel köszöntöm én is a sajtó munkatársait, köszönöm szépen, hogy eljöttek a mai rendezvényünkre. Itt állunk ennek a 17,6 km-es gyorsforgalmi útnak a kezdőszelvényében. A beruházások, ahogy körbenézünk, láthatóak, hogy gőzerővel zajlanak, csak itt a közvetlen környezetünkben több munkagép, több daru végzi a napi tevékenységét. Az enyhe télnek is köszönhető módon a projekt ütemezése mit sem változott, mint a fél évvel ezelőtt, mikor itt utoljára találkoztunk. Az előző hónapban 77%-on állt a projekt, ennek a hónap végén pedig már 80% feletti készültségre számítunk. A 17,6 km 22,5 méteres koronával épül meg, úgy ahogy az előtte lévő már átadott szakaszok. A 17,6 km-en egy egyszerű pihenőpár létesül, 9 darab híd épül meg, ahogy képviselő úr említette, a két minisztérium vagy a két szakterület összefogásával egy öntözőcsatorna híd is megvalósul, ami a projekt munkaterület átadását követően került elrendelésre a társaságunk számára. A jövő év január 31-i befejezési határidőt ma kijelentettem, hogy semmilyen korlátozó tényező nincs, ami befolyásolná. Valahol még titkon számolunk azzal is, hogy még azért ebbe az év végén a birtokba tudják venni az itt közlekedők. És hogy sok minden változott egy fél év alatt, ha csak ezt a csomópontot nézzük, ezt a betonburkolatú turbó körforgalmi csomópontot, ahol állunk, itt is azért már kirajzolódtak azok a vonalvezetések, azok az irányok, ami a csomópont irányait az itt közlekedőknek meghatározzák. És egyébként ez a csomópont átadásra fog kerülni a jövő hónapban a itt élőknek, és már a gyorsforgalmi ágak lezárása mellett, de már ezen a csomóponton keresztül fog zajlani a 44-es, 47-es utaknak a közlekedése. A projekthez kapcsolódó, közvetlen kapcsolódó másik beruházásunk a Fürjesi úti beruházás. Annak a munkaterület átadása is megtörtént ez év tavaszán. Ott is befejeződtek a régészeti feltárások, elkezdődtek a földmunkák, hírközlőkábelek kiváltásai. Ott is ma már, hogyha az ember arra jár, látja, hogy a kivitelezési munka zajlik. Szintén feltárva majd a
a délbékési térséget, illetve bekötve a gyorsforgalmi úthálózatba. A visszakanyarodva még a 44-es főúti munkálatokra, itt zajlanak egyszerre befejező munkálati részek, humuszolások, növénytelepítések, füvesítések, és zajlik egyszerre aszfaltterítés, hídépítés, ahogy említettem, és az öntözőcsatornánál ezeket mindegyiket látni fogják, ahogy végigmegyünk a nyomvonalon. Hogy ne csak az útépítésről, hanem a fenntartásról is beszéljünk, a projekt részeként megvalósult Békés Csaba mérnökségi telepén, a közútkezelő mérnökségi telepén egy új 700 négyzetméteres géptárolócsarnok, ami szintén majd a fenntartási munkálatokat fogja segíteni, aminek a munkaterület átadása jövő szerdán lesz meg, és ez év végén, november hónap végére, mire a téli üzemeltetés időszak elkezdődik, már az az új létesítmény is fogja szolgálni a közútkezelőnek a mindennapi tevékenységét.